Pannonhalmi Főapátság szervezetéről és működéséről kaptam fölkérést, hogy erről beszéljek, arról az útkeresésről, amit mi itt a 89-es fordulat után próbáltunk Magyarországon, egy picit a tapasztalatainkról és az elért eredményekről. Legelőször azt szeretném mondani, hogy bármennyire is intézményekről lesz szó, mi egy ősi szervezet vagyunk, 996-ban telepítette le Géza fejedelem a szerzeteseket, mégse elsősorban intézmények miatt jött létre egy szerzetes közösség. Mondhatjuk azt, hogy Szent Benedek inkább emberekbe akar befektetni. Az egész rendszer az emberek miatt van, a benne működő, dolgozó emberekért, azért a szerzetes közösségért, aki ott él, és a munkatársakért, és valahogy a cél az, hogy ahogy haladnak az évek előre, így mélyüljön az embernek a lelke, szíve, spiritualitása. És szerzetesek vagyunk, elkötelezett ember, egy szerzetes, Isten kereső életet él, a neki rendelt formában ennek három jellegzetessége van: közösségben, apát vezetésével és egy regula szerint próbálja élni az életét. Legelőször így a spirituális alapokat szeretném csak egy pillanatra fölvillantani, azért, mert úgy érzem, hogy ez van a hátterében a működésünknek, és gondolom, ki ahonnan jön, ott is van egy filozófia, egy cégkultúra, ami hordozza az egészet, és nem csak arról, hogyha egy gyártó, valami gyártó cégnek a tagjai, pontosan nem tudom, hogy ki mindenki van itt, akkor annak a gyártásnak, a terméknek a hátterében is van egy filozófia és egy cégkultúra, mi úgy hívjuk, hogy spiritualitás. Szent Benedeknek a lelkisége az négy ősi szerzetes erényből bontható ki. Első hallásra nem olyan egyszerű megtalálni, hogy hol van ezeknek a szerepe az élet irányításában, de próbáljuk összeszedni. Az első ősi szerzetes erény az az engedelmesség. Az azt jelenti, hogy egy ember nem csak a saját feje szerint alakítja az életét, hanem számol a többiekkel, az apátjával, a közösséggel. Ez, ha ma le kéne fordítani valamilyen mai szóra, akkor azt mondanám, hogy együttműködési készséget jelent leginkább. És hát így már közel is áll hozzánk, és ma mindent teamworkben csinálunk, csoport van, akár egy irányító testület, akár egy feladatot megoldó, az együttműködési készség mennyire kell. A másik ilyen ősi szerzetes erény az alázat. Ezzel egy picit nehezebben vagyunk, mert nincs pozitív tartalma a szónak első hallásra. Megaláztatás, alázatoskodás, ez negatív felhangokat hordoz. Viszont az igazi alázat az azt jelenti, hogy van az embernek egy helyis önismeret, helyes önismerete és egy elfogadott én képe. Az az alázatos ember, aki megismerte magát, és úgy kibékült önmagával. Nincs kisebbségi komplexusa, nem akar, nem tudom én, valami után hajtani egész életében, ami nem ő, és ebből az önmagával kiengesztelődött, kibékült énjéből tud aztán együttműködni másokkal. A harmadik ilyen szerzetesi erény az a jó buzgóság. Ez nagyon érdekes, Szent Benedek ír róla. Két ellentéte van. Az egyik a passzivitás, amikor az ember mint a befőtt ott van, és aztán ha éppen valamit mondanak, neki megcsinálja, de ha nem, akkor nem. A másik ellentéte viszont a keserű lélekből fakadó rossz buzgalom. Na, ilyen is van, amikor valaki ezerrel halt, de annak az a célja, hogy a másikat legyőzze, bemutassa, képébe vágja, stb. A jó buzgóságot úgy fordíthatnánk le már, hogy kreatív tetrekészség. Mennyire fontos ez, hogy ilyen munkatársaink legyenek, vagy úgy legyünk benne, akármiben, amit csinálunk, hogy egyrészt egy tetrekészség, másik egy kreativitás, hogy lehetne ez jobban. A negyedik ősi szerzetesi erény az a hallgatás. Ezzel is gondban vagyunk, mert ilyen zajos világban élünk. Nálunk az a szokás, hogy étkezésnek este végig közösen étkezünk, felolvasás van, csöndben vagyunk, ebédnél a étkezés feléig felolvasás van. A hallgatás az arra kell, hogy legyen egy ilyen reflektáló figyelem, egy kifinomult érzék a folyamatokra, az emberre. Néha meg kell állnunk, hátralépni hármat, és úgy ránézni arra, hogy merre felé haladnak a dolgok, egyáltalán jó irányba megy-e, helyünkön vagyunk-e. Na, ez a reflexió, önreflexió tud kialakulni a csöndben, amikor rá van kényszerítve arra az ember, hogy ne hárítson, ne meneküljön. Na, ez a négy ősi szerzetesi erény,
ami a mi működésünknek a hátterében ott van. Mondhatnánk ilyen modern szóval, hogy ez a cégkultúrának a lényege, de úgy gondolom, hogy nem idegen ez semmiféle olyan működéstől, ahol emberek együtt szeretnének valamit megvalósítani. A főapátság az intézményekből áll, hogy most már a konkrétumunkra térjünk rá inkább. Sokféle intézményünk van, mi egy egyházi hely vagyunk, Bazilika 3 monostor tartozik hozzánk, 15 plébánia, amit ellátunk. Aztán vannak ilyen közgyűjteményeink, levéltár, múzeum, könyvtár, ehhez kapcsolódó kulturális rendezvények, vannak szociális és közoktatási intézményeink, 10 iskolánk van, az országban több helyen 2 szociális otthonunk, vannak vállalkozásaink, amelyek kialakultak turizmushoz kapcsolódva, erről szeretnék beszélni egy pár szót, vannak alapítványok, egyesületek, és vannak olyan szervezetek, üzemeltető szervezetek, egy közös könyvelés, stb., ami hordozza, vagy karbantartó részleg az egészet. És ez egy szervezeti táblába el is helyezhető világért se szeretném elmagyarázni, csak muszáj, hogy mindegyik szervezet megtalálja egy szervezeti táblán a helyét, ki a felelős, jog és hatáskör, stb. Hogy néhány adatot is fölvillant, csak 51 szerzetes tartozik Pannonhalmához, 650 alkalmazottunk van, körülbelül 3000 diák tanul nálunk, 120 gondozott, és olyan 180 ezer közötti a turisták száma. Ez a nagy szórás azért van, mert sok külső területünk is van, és aki mondjuk az étterembe megy be, de az apátságba nem, azért eljön, de úgy nem tudjuk regisztrálni, hogy belépődíjat fizetett volna, vagy bejött volna. Hogy ilyen számadatot is lássunk, ennek az egésznek körülbelül 3,5 milliárd az éves üzemeltetési költsége. A pandémia, hogy most mit hoz, azt hirtelen még nem tudom megmondani, és így a vállalkozásoknak olyan 1,2 milliárd volt az árbevétele az elmúlt időszakban. Ez nem az eredmény, hanem az árbevétel, ugye mindannyian tudjuk, hogy a ráfordításokat azt szembe kéne állítani. Legtöbb vállalkozásunk az kezdő, induló vállalkozás. Mi úgy működtünk a háború előtt, hogy volt 30 ezer hektár földbirtoka az apátságnak, amit 28 gazdaságba riasztva működtetett, és ott vannak felsorolva a non-profit intézményeink, a 35 plébánia, 9 gimnázium, főiskola, 30 általános iskola, és így vagyonüzemeltetésből éltünk, a saját vagyonnak a hozamából lehetett állami támogatások nélkül fönntartani a szakrális, karitatív, kulturális intézményeinket. Na hát mindannyian tudjuk, hogy 91-ben, amikor megjelent a 32. törvény, akkor már az a következménye volt annak, hogy Magyarországon nem reprivatizáció indult, hanem privatizáció. Arra nem számíthattunk, hogy visszakapjuk a 30 ezer hektár birtokot, vagy annak egy részét, és ezért el kellett gondolkodni, hogy élünk meg. És volt egy ilyen alapvető megfontolás, hogy a Pannonhalma nevet azt lehetne márkanévvé fejleszteni. És ennek a névnek talán két ismérve van, az egyik a tradíció, valaki eljön Pannonhalmára, 1000 éves apátság, ezt nem kell nagyon magyarázni, az alapító levél, amit Szent István állít ki, valahogy ezt szimbolizálja. De a másik hívó szava az az innováció, talán a világörökség diploma mintázza ezt, mert annak idején a világörökség bizottság, amikor Pannonhalmán járt, akkor felfigyeltek arra, hogy minden kor épített valamit, de mindenki a saját stílusában, és nincs egy ilyen neo világ nem indul el, és így mondjuk a 21. századi épületünk is 21. századi anyagokból vannak. Valaki egyszer azt mondta, hogy neki az a élménye Pannonhalmán, hogy egy ilyen 1000 év jelen idő, 1000 éve kortárs, minden időben úgy annak a kornak a színvonalán mentalitása az lecsapódik az apátságba. Hát itt próbáltunk elindulni, és azt mondtuk, hogy a birtokokat nem kapjuk vissza, de világörökség helyszín vagyunk. Valahogy a turizmus lehet az a kristályosodási pont, ahová lehetne a jövőt így missziószolgálatába is állítani és ide rendelni. Ha 30 évvel ezelőtt eljött valaki Pannonhalmára, akkor az történt, hogy a busz följött a turistával a bejárathoz, a kapuhoz, ott kiszálltak, megnézték gyorsan a
Kerengő bazilika könyvtár, azonnal visszaszálltak a buszba is leléptek. És körülbelül egy ilyen egy óra volt a tartózkodás Pannonhalmán, és amikor mi elkezdtünk gondolkodni, akkor arról volt szó, hogy készítsünk egy turisztikai fejlesztési stratégiát. Annak az a lényege, hogy ez a nagy zöld ovális folt, ez ugye a hegytető, a erdőgalériával, ami a mi területünk fönn az apátságba. Itt vegyük számba, hogy itt mi minden van, mit lehetne fejleszteni még, és akkor miután meglátogatta a turista látnivalókat, akkor azt mondjuk neki, hogy nem kell elmenni, hanem még lehet 2-3 napig maradni, mert itt sok minden látnivaló van. Na és ez alapján, a filozófia alapján kezdődött el egy ilyen turisztikai fejlesztési csomag. Itt látunk egy fölvételt az apátságról zöld folttal, és akkor azokkal a vonzás helyekkel. Hát először indult a Kosarasdombon a látogatóközpont, ez az a híddal ellátott épület, ahol egy kis filmet néznek meg a turisták, ez az érkezési pont, itt vannak a parkolók, itt van egy éttermünk. Akkor a másik oldalon gyógynövénykertet újítottuk föl, ez az apátsági termékek szempontjából is fontos, de látványhelyszínek vannak, ahol meg lehet nézni a gyógynövénytermesztést, meg lehet ismerkedni gyógynövénykultúrával. Még egy kicsit távolabb ilyen ifjúsági szálláshelyeket fejlesztettünk, ez egy régi major épülete volt az apátságnál, ezek elsősorban ilyen tömegszállások a diákok számára alkalmas. Rendezvényhelyszíneink vannak itt a környéken, például egy ilyen szabadtéri helyszín, ahol éppen egy diák liturgia van, de színjátszásnak, stb. Sok mindennek alkalmas. A településen a régi major épületet szereztük vissza, ez nagyon rossz állapotban volt, itt egy kávézó, kiállító teret, szép kilátással az apátságra. A történelmi pince, ami lenne a településen van, az visszajött, és az is így a turizmus szolgálatába áll. Nem ez a borkészítésnek a helye, majd azt fogjuk látni. És hát ebben a fejlesztésbe tartozik Kőszeg is. Itt közismert, hogy nemrég volt a átadása ennek az épületnek, ami szálláshelyül szolgál, majd reméljük, hogy most már tényleg hamarosan beindul. Rengeteg rendezvényünk van, elsősorban kulturális rendezvényünk. 16. alkalommal rendeztük az idén az Arcus Temporum Művészeti Fesztivált, amelyik zene, képzőművészetnek így a meccéspontjában szeretne maradni, szép történelmi helyszíneken, nagyon komoly élmény. Pandémia ellenére is megrendeztük sokkal kisebb létszámmal. Vagy éppen tegnap volt a vendégségben, testnél, lélekben időszaki kiállításunknak a megnyitója. Most egy kicsit csúszott nálunk, november, március 21 és november 11 között van a szezon. Ezt a tavaszi nyitást megakadályozta a pandémia, de ezért reméljük, hogy visszatér a normál rend. Ő egy kortárs művész, egy német bencés atya, akinek a műveit állítottuk ki, sajnos ő se tudott jönni. Elindítottunk egy apátsági termékvonalat. 2 vagy 3 szempont is volt a háttérben. Egyrészt, ha turisták jönnek helybe, akkor szeretnének valamilyen helyi terméket vásárolni. Másrészt az apátságnak a hagyománya, amint azt az elején próbáltam fölvillantani, a 30 ezer hektár különböző ágazatok, abban benne van az, hogy egy ilyen gazdálkodás valamivel foglalkozik az apátság. Harmadrészt fantáziát is láttunk benne, hogy ezekre a termékekre úgy nézünk, hogy ne csak helyi termék a turista számára is rendelkezésre áll, de hogy azért kilépjünk vele a régióból, és egy ilyen országos terjesztésbe is gondolkodjunk. Borról van szó, ásványvízről van szó, különböző teákról van szó, csokoládékról van szó, kozmetikumokról van szó, gyógynövény alapú kozmetikumokról, és a legutóbbi az a sörfőzdénk, amit az idén nyár elején adtunk át. Ez is ott van most már a piacon. Kulturális kiadványokról van szó, van egy kis kiadónk. Itt elsősorban így bencés spiritualitás, kultúra, hitnek a határterületeit szeretnénk, el tudják képzelni, hogy ez nem a legjövedelmezőbb ágazatok közé tartozik. A pincét szeretném kiemelni így egy kicsit a ágazatok közül, azért is, mert most már nagyobb múltja van, lassan 20 éves a pince, 2010-ben az év pincészete díjat nyerte el, most egy megújult
arculatunk van, és úgy kivívta a rangját a magyar borpiacon az apátsági pincészet. Talán nem nagy képűség azt mondani, hogy életre keltette ezáltal a Pannonhalmi borvidéket. A Pannonhalmi borvidék egy alvó borvidék volt, a TSZ átalakított mindent, és folyóbor értékesítés folyt, és mi voltunk az elsők, akik helyben készített szőlőből, helyben készített bort, helyben palackozva hoztunk a piacra, és ez kihúzták magukat sokan, hogy van neve ennek a borvidéknek azóta, és most legalább 30 olyan családi vállalkozás van, amelyik meg tudja mérettetni magát, és ott van a országos piacon. De nem csak ez az izgalmas, hanem ezzel visszajön egy olyan spirituális hagyomány, ami elhalványodott. A borvédő szenteknek az ünnepe, és a borhoz kapcsolódó kultúra. Például a boráldás Szent János napján. Ha először, amikor meghirdette az Asztrik főapát úr, eljöttek volna, képzeljék el, hogy hozták a gazdák a környékről a borokat, sörös üvegbe, címke nem lemosva, parafadugóval bedugva. Eltelt 20 év, most nézzék meg. Mindenkinek gyönyörűen lepalackozott bora van, címkéje van, hogyha demizsomba van, akkor az egy rendes fűzfa fűzés kis nemzeti szalaggal átkötve, és többen vannak szinte, mint az éjféli misén, akik hozzák a bort megáldani. December 26. 27, bocsánat, igen. Nagyon köszönöm. A másik a Szent Vince, ez pedig januárban van, és akkor meg egy szőlő bejárás van. És végig látogatjuk a szőlőterületeket, 4 nagy parcellában vannak a szőlőink, és jönnek ki a gazdák megáldani a szőlőt. Ez is egy olyan hagyomány, ami így picit izgalmasabbá teszi az egészet. Valamire tekinthetünk úgy, hogy nyilván hoz egy termelési értéket, de annál gazdagabb az egésznek a hagyománya. Gyógyászati tradíció, ez is nagyon izgalmas, 1786-ig volt egy kórház Pannonhalmán, és annak a receptkönyvei szakirodalma megvan, ezt így fölvéve, átgondolva kialakítottunk egy ilyen rendszert, hogy az apátságnak van tradíciója, keres egy együttműködő céget, akivel egy ilyen megállapodást köt, ők gyártják, készítik a terméket, így létrejön egy apátsági termék, és mi kapunk egy royaltit a termékért. Így hoztuk létre a teáinkat a herbáriával, és azóta több mindenfajta termék megy ezen módszerrel. És ennek is van egy szép spirituális hagyománya, ami életre kelt. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony napján a gyógynövény áldás. Akkorra beérnek a gyógynövények, amit termeltek vagy összeszedtek az emberek, és elhozzák a templomba megáldatni. Ehhez is kapcsolódik egy kis helyi ünnep, egy együttléttel. Úgy érzem, hogy ez épp annyira fontos, mint maga a termék, az a rendezvény és annak a hagyománynak. Hát amikor a levendula virágzik, akkor indulnak a levendula hetek, és tényleg nagyon izgalmas időszak. Picit energia környezet oldalon is léptünk. Nagyon fontos így a környezettudatosságnak a kérdése, ezt talán nem is kell itt említeni. Az apátságnak a fűtését átállítottuk földgázról ilyen biomassa fűtésre. Ennek az lett 2-700 kW-os kazánunk van, és 1300 tonna fűtőanyag, ez vágástéri hulladék, nem pellet, meg nem ilyen elgázosító rendszer, hanem úgy képzeljék el, hogy amikor a erdő kivágása után elviszik a rönköket, az ágakat szecskázza össze egy gép, ezeket az ágvégeket és az a fűtőanyag. Ilyen nekünk is van, mert a szőlőben meg az arborétumnál addig probléma volt, hogy pusztítja az ember, most pedig fűteni tud. És így a 400 ezer köbméter 50 ezerre csökkent a gáz felhasználás, ami nagyon jelentős. Elindítunk villamosenergia vonalon, naperőműveink vannak. Most van egy pályázatunk, amelyik reméljük, hogy sikeres lesz, és akkor 90%-át már saját magunk állítjuk elő az összvillamos energia felhasználásnak. Hőszivattyú rendszereket is beállítottunk a településen Lennebben, a Majorban, itt teljes egészében a nyári klíma és a téli fűtés az ezzel a hőszivattyús rendszerrel működik. Hogy egy picit vége felé így visszatérjek így a spiritualitáshoz, újra és újra végig kell gondolni, hogy
egy csomó intézmény, emberek, stb. Mik vannak a fókuszban? És jó így tudatosítani azt, hogy mi végre vagyunk a világon, vagy mit szeretnénk így közvetíteni. Mi 6 fókuszt, célkitűzést fogalmaztunk meg az elmúlt időszakban, az elmúlt évben. Egyrészt tudatosítani azt a ideérkezőben is, magunkban is, hogy egy 1000 éves monostor vagyunk, az államisággal egyidősek vagyunk, Szent István telepítette le a szerzeteseket, ez így a magyarságnak az identitás tudata, a regionalitás, de Pannonhalma Szent Márton monostora. Szent Márton egész Európában mindenhol védőszent, van egy nemzetköziség is, meg van egy ilyen nyitottság a világra, és nem csak a hely, mind a kettő úgy gondolom, hogy fontos, hogy a begyökerezése, a gyökerezettség a régióba, de a nyitottsága a nagy világra szintén. A másik szerzetesi hagyomány, élő bence és spiritualitás, tudatosítani kell, hogy a monostor az nem elsősorban azért van, hogy ilyen mindenféle műveket üzemeltessen, hanem az emberekért. És a munkatársaknál is, meg a pincében is, hogy az a munkatárs, aki ott van, nem csak a bor fontos, hanem hogy az ember megtalálja a számítását, gazdagodjon. Ezáltal én úgy érzem, hogy hosszú távon működni, úgyhogy az emberi tényezőre nem koncentrálunk, nem csak azért, mert ma minden vezetési feladat, meg stb., hanem egyszerűen így egy ilyen alaptisztesség miatt ez nagyon fontos. A harmadik, sok iskolánk van, fontos súlypontnak tartjuk. Itt is van egy ilyen mondás, hogy több mint egy iskola egy életre szól, nem csak az a pár év, amíg ott vannak, hanem öreg diák szervezeten keresztül valahogy szeretnénk kísérni a diákjainkat. A vállalkozásoknál ez a mondásunk, hogy hagyományokban gyökerező korszerű vállalkozás. Mindegyik, amit csinálunk, az volt, sörfőzdénk is volt, pincegazdaságunk is volt, stb. De azt a mai formán kell csinálni, hogyha bemegy az ember egy sörfőzdébe, az már automatizált, és stb. Nem úgy néz ki, mint a 1700-as években. Világörökség vagyunk, a turizmus továbbra is fontos, ilyen vendégváró világörökség, és végül van egy új szempont, ami talán meglepő, de nagyon fontos számunkra, ez egy ilyen összefoglaló szlogán, hogy zöld Pannonhalma. Erről szeretnék még egy pár szót mondani. A nagybőjt elején sajnos a pandémia egy kicsit elvitte róla a fókuszt. Megfogalmaztunk egy ilyen 5T zöld böjt. A böjt ideje az mindig megelőzi a húsvéti ünnepet, de ugye az emberek néha azt gondolják, hogy nem eszünk húst, ennyi a böjt. Lehetne ezt kitágítani sok mindenre, például takarékoskodj az energiával, tudatosan vásárolj, tölts több időt a természetben, táplálkozz egészségesen, tekints magadra teremtményként, aki Isten vendége a Földön. 5T, én föltettem a Facebookra, meghirdettem, mindenféle nyelvekre lefordítottuk, és még talán szlovákul is megvan. A legmeghatóbb az volt, hogy egy hét múlva, én Makláról származom, ez egy kis falu Eger mellett, édesanyám 5 éve meghalt, de ezek a nénik az ő barátnői, akik valaki letöltötte a Facebookról, beültek ilyen téalakba, és a jegyzőasszony elküldte nekem, hogy a zöld böjtöt indítják a édesanyádnak a barátnői. Aztán utána egy dévai általános iskolából kaptam, nehezen látni, de ezek a fiúk is a T-betűt mutatják, és amikor pedig Kairóból tanít az egyetemen egy régi német barátom, ő is megkapta, kitette a hirdető táblára, és írja, hogy ott a katolikus egyetemen is visszhangja támadt, akkor egészen meghatódtam tőle. Nagyon a végén vagyunk. Eltelt sok év ezzel a küzdelemmel, kísérlettel, és úgy nagyon örültünk, hogy 2016-ban belekerültünk egy ilyen közvéleménykutatásba, és nagyon izgalmas volt, hogy mit mondanak Pannonhalmáról az emberek. A főapátság imázsa, sok szlájdot tudnék erről mutatni, de csak 2 emeltem ki, az időnk is korlátos. 1190 embert kérdeztek meg, tehát elég nagy a merítés. És nézzék meg, hogy a 3 legjellemzőbbek közé ezt választják. Az egyik legfontosabb turisztikai célpont, fontos lelki, kulturális, szellemi értékeket képvisel, kiváló oktató nevelő munka folyik az falai között, és béke szigete forrongó ideges világunkban.
Hát mi, akik ott lakunk, néha nem így éljük meg, hogy a béke szigete, mert annyi minden van, annyit szaladozunk. De az fontos, hogy aki meg oda jön, az úgy éli meg. És úgy, ami néha azért fölmerül, hogy jó-e, hogy egy egyházi intézmény ennyi mindent kavar a világban, az úgy a vége felé van, hogy üzleti eszméletű föl halmoz anyagi javakat, vagy túlságosan liberális. Egyáltalán nem ez, ami az átlag embernek a fejében van panohalmáról, hanem. Aztán a másik szlájd pedig arról szól, hogy akik, amikor azt kérdezték, hogy most ne vallási szempontokat mondjon, egyértelmű, hogy vallási hely, de azon túl mit tudna mondani, akkor szőlészet, borászatot, oktatást, nevelést, gyógy és fűszernövény, kulturális rendezvények, szabadidős programokat említettek az emberek. Leginkább úgy gondolom, hogy ez is ilyen értelemben rendben van, ez így egy ilyen pozitív visszacsatolás. A néhány fölismerést szeretnék a végén megosztani, mi egy ilyen tradícióba gyökerező hely vagyunk, de azért nagyon fontos, hogy a tradíció az ne váljon kövületté, és úgy ne dögöljön meg, és ne várjon egy kicsit ilyen unalmassá vagy unottá. Tehát nagyon fontos az, hogy ez egy élő tradíció legyen, ami változzon, és egy nagyon fontos felismerésünk, hogy folyamatos tanulásra és fejlődésre van szükségünk. Ez a lifelong learning nem csak egy olyan szlogen is, ráadásul erre nekünk van egy jó fordításunk is. Nem tudom, tudják-e, hogy ennek két befejezése is lehetséges. Az egyik az, hogy a jó pap holtig tanul, mégis bután hal meg. A másik pedig az, hogy hát még a rossz. Itt van a közösségünk. Ez az a maroknyi csapat, aki a hátterében áll mindennek, és elmúlt években volt egy ilyen szervezetfejlesztő, jövő, stratégiaépítő folyamat, amit egy moderátorral csináltunk, és ő kikövetelte belőlünk, hogy egy küldetésnyilatkozatot is meg kell fogalmazni, amit föl lehet mutatni, és sok vita után megegyeztünk ebben, hogy imádság, lekció, munka közé rendezett élettel, otthonos befogadó közösségben hordozzuk egymást, a ránk bízottakat a Krisztus követésben. Ez elsősorban a spiritualitásról szól, meg az emberről szól, hiszen egy épp ember, egy épp közösség tud a másik oldalon a szolgálatnál is valamit csinálni. Mindig fölmerül, ez már az utolsó szlájd, hogy van-e jövője ennek az egész rendszernek. Hát engedjék meg, hogy erre egy kicsit ilyen adomával válaszoljak. A mi jelmondatunk, szenvedek alapján órát labóra, imádkozzál és dolgozzál. És képzeljék el, hogy ez egy kérdés volt egy talpom, maradj talpom műsorban. Feltették a páciensnek a kérdést, hogy mit jelent ez, és ahogy az lenni szokott, hát így segítenek is neki, hogy azért könnyebb legyen kitalálni, úgyhogy ott vannak ez a segítség. És hát erősen gondolkodott, és azt mindjárt ki is találta, hogy dolgozzál. De úgy gondolta, hogy szerzetesek ezen értelmiségiek biztos nem dolgoznak, tehát ez volt, hogy ne dolgozzál. Az imádkozzánál már erősen zavarba jött, de kivágta magát, mert azt mondta, hogy igyekezzél, ne dolgozzál. Hát egy kicsit szerintem magyar társadalom bizonyos rétegeinek a mentális állapotáról szól, hogy így inkább ügyeskedéssel kell megoldani az életed, de én ebből azt szeretném konzekvenciaként levonni, talán megengedik nekem, hogyha 1000 év csak annyira volt elég, hogy így a jelmondatunknak a fele ment át, akkor még legalább 1000 évünk van, hogyha egy maradj talpon műsorban megkérdezik az átlag magyar embert, hogy mit jelent az, hogy órát labóra, akkor rávágja, hogy imádkozzál és dolgozzál. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!